Idén is megrendezte a Tolna-Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító versenyt az első Béla gimnázium Szekszárdon. Az első forduló online feladatsor után 22 diák mutathatta meg tudását írásban és szóban a második fordulóban. Az egyik feladat egy maximum 3 perces kis előadás bemutatása volt a megadott téma alapján. A második forduló írásbeli részén, ez a megyei verseny is a második forduló, a második forduló írásbeli részén egy magyarról angolra, illetve egy angolról magyarra fordítási szöveget kapnak a diákok, illetve egy írásbeli feladat van, egy úgynevezett miniszagát kell megírni, ami pontosan 50 szóból áll, és a versenyzőknek erre a 3 feladatra 60 percük van, és a versenynek a másik része, a másik forduló másik fontos feladata, az a prezentáció. Tehát tulajdonképpen az összes készségük, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres nyelvtanulók legyenek, sikeresek legyenek az életben, mert a nyelveknél ugye nincsen mostanában siker. A méltánnívós rendezvény arra is jó alkalmat kínál, hogy a diákok nagyobb önbizalmat szerezzenek az angol nyelv használata területén, illetve magas szinten mérhessék összetudásukat. A hősök voltak a témák, és ugye gondoltam, hogy mivel fordítóverseny, meg ilyenek, akkor a Lomkatót választom, aki egy fordító volt, meg tolmács, és akkor a témába illik jobban. Az intézmény tanulói közül sokan segítettek a szervezésben és lebonyolításban, így nem csak versenyzőkkel büszkélkedhet az iskola, hanem olyan diákokkal is, akik kiveszik a részüket a munkafolyamatból. A prezentációkat látva azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesek, és hallani, hogy nagyon szépen beszélnek angolul, és látszik, hogy felkészültek, szóval nagyon-nagyon érdekesek a prezentációk, és jó hallgatni. Szóval így szervezőként is kicsit olyan, mintha én is egy néző lennék, mert meghallgathatom ezeket a prezentációkat. A verseny színvonalához 2017 óta hozzájárul támogatásával az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ is.